Boros Bálint vagyok, és hogyha én nem volnék, akkor a zenekarnak nincsen alja, és nincs annyi móka. Szerintem 4 éves koromban, de akkor nem tudtam rajta játszani, csak pengettem az üres húrokat, és édesapámat Csabának hívják, és akkor írtam meg első slágeremet, az Apa Csaba című hatalmas slágert. Hát azt sose döntöttem el. Nem, hát nem tudom, 15-6 éves koromban volt mondjuk ez egy komolyabb ambíció, hogy ezzel akkor tényleg valami komolyabbat kezdjünk, és akkor alapítottunk egy kis zenekart, és aztán elindultam a lejtőn, és utána már minden jött magától. Érden a Borgödör rockklubban, szerintem nagyjából 15 éves korom környékén. Otthon, vagy a kanapén, vagy az ágyban. Fú, nem tudom. Hát erre azért kéne egy kis idő gondolkodnom, de egyébként minden koncerten van olyan, ami mondjuk a szokásostól eltérő, valamilyen apró baki, vagy valami olyan belső ilyen vicc, ilyen inside joke, amit mondjuk csak mi tudunk. Szóval minden koncerten van valami apróság, ami mókás. Hogy ne gondolja azt, hogy már mindent tud.